nyakunkon a tanévkezdés, és hát a mostani toronymagas infláció, valamint a háztartásokat érő igen magas költségek mellett újabb terhet jelent. Ez pedig az egyik ilyen, az ebédpénz. Itt van velem László Imre polgármester úr, jó napot kívánok! Üdvözlöm én is önt is, meg a kedves tévénézőket is. Az ebédpénz befizetés hamarosan érinti majd a szülőket, viszont van egy kis gond, a közétkeztetési cég már nem vállalja ugyanannyiért ezt az összeget, ezt a szolgáltatást, mint amennyiért korábban. Hogyan lehet ezen segíteni? Hát nézze, vannak olyan helyzetek, amikor az embernek tudomásul kell venni azt, hogy igen, az a kérés, ami befut hozzá, annak a valóság alapja igencsak két lábbal áll a valós helyzet talaján. Ez pedig a étkezéshez használt nyersanyagáraknak az emelkedése, hiszen erről beszélünk, hogy az infláció szempontjából ezek a termékek 30% körül drágultak. Tehát nem tudom azt mondani a közétkeztetést biztosító cégnek, hogy nem megalapozott a kérése. 20%-os áremelés következik be, de rögtön hadd tegyem hozzá, pontosan amivel fölvezette ezt a gondolatot. Ezt most nem terheljük át, ezt a 20%-os 172 millió forintot jelent ez. Ezt a plusz összeget a étkezőkre, a közétkeztetést igénybe vevőkre, ezt az önkormányzat fölvállalja és biztosítja annak tudomásul vételével, hogy a szülőkre, a iskoláztatással és egyéb vonatkozásban a rezsiköltségeket említeném. Bizony-bizony nagyon komoly, és egyenlőre nem is tudod, mekkora kiadások hárulnak. Tehát akik most kezdik el az iskolát, megnyugodhatnak, mert nem kell emelkedő ebédpénzzel számolni. Így van, pontosan. Ugyanazon az összegen fogjuk számlázni, mint ahogy eddig tettük. Mennyi összeget jelent ez pontosan az önkormányzatnak, milyen költséget jelent ez? Hát nézd, több többletköltséget tudom kapásból mondani, ez 172 millió forint, de ez csak most gyakorlatilag szeptember 1 és december 31-e között időpontra számítottan. Az önkormányzatnak további terhei is lesznek a közeljövőben, hiszen az idei összeg közel kétharmadával növekszik meg az a szolidaritási hozzájárulás, amit az állami költségvetésbe kell befizetnie az önkormányzatnak. Mit jelent ez, csak hogy a nézők is tudják, ez a fajta hozzájárulás? Milyen célból szedi be az állam? Az állam azért vezette ezt be, hogy azokat a önkormányzatokat támogassa az így befolyó összegből, akiknek a lehetőségeik sokkal korlátozottabbak, mert a területükön kevesebb cég dolgozik, kevesebb olyan adóbefizető van, aki segíti az önkormányzatnak a összegszerűségébe a tevékenységét. Ezért hozták létre a szolidaritási adót, amit viszont ilyen nagyon gavallér módon kezelnek, mert 2022-re a korábbi szolidaritási adót négyszeresére emelték, így lett 1,8 milliárd forint, amit a 11. kerületnek fizetni kell. Most hát nem mondom, hogy ilyen gavallér módjára, ezt 3,1 milliárd forintra növelték, tehát tovább növelték. Így ennek megfelelően ez nem több és nem kevesebb, mint egy 1,3 milliárd forintos többletkiadást jelent az önkormányzat számára. Természetesen 2023-ra. Mit gondol, mi az oka ennek a jelentős emelésnek? Mi a célja ezzel a kormánynak? Nyilvánvalóan az állam minden lehetőséget megragad arra, hogy valahonnan azokat a kiesett jövedelmeket, amik szükségesek, valahonnan pótolja. Tehát idáig is jellemző volt az, hogy a parkolási díj ingyenessé tételével és egyéb más jellegű, gondolok például az gépjárműadónak a 100%-os elvonására, és több egyéb más jellegű fizetési kötelezettségeknek az elengedésére, hogy a kedvezményeket a hétköznapi ember és cégek irányába nem úgy teszi meg, hogy ő fizeti ki helyettük,
hanem egy közbülső szervezet jelen esetben önkormányzatot terheli meg ennek a kiadásával. És hát azt gondolom, hogy fontos arról is beszélni, hogy az önkormányzatnak nem ennyi a szociális kiadása, mint amennyi ez az állami bevétel, hanem egyébként is költ szociális célokra a kerületben. Nagyságrendileg mi ez az összeg, illetve milyen célok, milyen feladatok szerepelnek benne? Nézze, ezt most fogjuk áttekinteni, pontosan azért, mert a rezsiköltségekkel kapcsolatos plusz terhek, amik a családokra nehezednek, aminek pontosan az összegszerűségét, nagyságát csak sejtjük, meg próbáljuk valamilyen szinten modellezni, de nem tudjuk, hogy segíteni tudjuk. Ezért azt tervezem, hogy a szociális kiadásokkal kapcsolatos feladatainkat átnézzük, és egy kicsit áttervezzük, hogy valóban mindenki, aki erre rá fog szorulni az elkövetkezendő időszakra, és félem a bajt, hogy nem kevesen lesznek, hogy azoknak az önkormányzat megfelelő anyagi segítséget tudjon nyújtani. Itt sok 100 millió forintról van szó egyébként. Hiszen eddig is nyújtottak már krízis támogatástól kezdve, alapítványok támogatásán át, és sorolhatnánk nagyon sokféle, támogatást nyújtottunk az elmúlt időszakban. Pontosan ezt kell áttekinteni, nem egységesíteni, hanem inkább célirányossá tenni, hogy ne fordulhasson elő, hogy történetesen az egyik támogatási formára, csak példaként mondom, mondjuk 40 millió forint áll rendelkezésre, a másikra 25. A 25 millió forint az fél év alatt elfogy, a 40 milliónak pedig gyakorlatilag mondjuk csak egy harmada. Tehát ezt valahogy úgy kell megtennünk, hogy súlyozni kell a történetet, modellezni kell azt, hogy mely területen fognak növekedni a kiadások, és rugalmassá kell tenni egyébként az átcsoportosítás lehetőségét az egyes támogatási formák között. Ha már kiadásuk, akkor a rezsiköltségek emelkedése az önkormányzatot is érintik. Sokan nem is gondolnák, hogy mennyit kell fizetnie egy önkormányzatnak, vagy bármilyen olyan cégnek, szolgáltatónak, aki ugye nem rezsicsökkentett áron kapja az energiát. Az önkormányzatnál, és persze intézményeinél, cégeinél, mekkora emelkedést jelent ez, milyen kiadást jelent mondjuk egy áramszámla? Ugye ebben az évben kínáltak meg bennünket ezzel a messze nem pozitív lehetőséggel, hogy kivették a kedvezményesen támogatott intézmények sorából az önkormányzatokat, és természetesen ez az önkormányzatok cégeire is vonatkozó történet. Ez azt jelenti jelen pillanatban, szeretném hangsúlyozni, hogy jelen pillanatban, hiszen a rendelkezésünkre álló viszonylag kevés adatok alapján próbáljuk meghatározni azt, hogy körülbelül mi várható. Az, ami biztosan várható, az az, hogy az intézményeink működtetése csak az elektromos energia, tehát az áram vonatkozásában 2023-ban 1 milliárd forinttal fog emelkedni. Tehát a kiadásainkat, és ha mellé teszi ugye a szolidaritási adóval kezdődő dolgot, a közétkeztetésnek a drágulását, és gyakorlatilag ezeket az összegeket, akkor pillanatok alatt kiderül, hogy közelítjük a 3 milliárd forintot, amivel biztosan számolhatunk, hogy 2023-ban kevesebb fog rendelkezésünkre állni, és még mielőtt megkérdeznénk. Természetesen ezt a felújítások, felhalmozás, olyan beruházások fogják megsínyleni, amit a kerület érdekében szerettünk volna végrehajtani, de pontosan emiatt az elvonások miatt ezt nem tudjuk megtenni. Köszönöm szépen a tájékoztatást! Én is köszönöm szépen, és mindenkinek jó egészséget kívánok!